Megszámoltam az egészet, és 99-re jött ki, és utána tettem ide a századikot a tetejére, hogy 100 legyen. Karító Néptánc Együttes körülbelül 4 éve alakult, egy településre kellett egy műsort szerkeszteni a Szent Istváni Önkormányzatnak. Engem kértek föl, hogy van egy-két ügyes táncos fiú, lány, készítsek a lábukra valamilyen Szent Istvánit, mert tudták, hogy ebben a témakörben jártas vagyok, ugyanis a matyó táncokkal foglalkozom és a hagyományokkal. Szent István kivételes település, úgy érzem, hogy itt talán az átlagosnál jobban tisztelik, vigyázzák a hagyományokat, valószínűleg meg fog maradni. Fekete göndörhajú Matyó kislánynak a szerelmét ellopta az ördög. Elvitte. Kislány hiába kérte vissza, hogy add vissza, nem adom vissza, csak 100 rózsájét. De tél volt. Hazament a kislány sírva, hogy honnan vegyenek rózsát. És tele volták a kötényüket 100 rózsával. És az a 100 rózsás kötény most is megvan. Csak mi már az ördögeszén is túljártunk, Szent Istvániak, mert a mi ruhánk, mi kötényünkben már nem 100 rózsa van, a 236. 236. A kultúrházban nagyon sokat bemegyek segíteni, tanácsot adni. Mert varni mindenki tud, de ezt meg kell tervezni papíron, és rá kell sablonálni. Azt tanulják meg a mostaniak. Az a finom sejem papír vagy zsírpapír, arra én kitervezem, kirajzolom, és egy erősebb pauszpapírra tűvel kiszurkálom. Hát ha nem volna kincsünk, már régen nem volnék itt, mert akkor elmennék Budapestre. Halljunk szót! Kedves vendégek! Nem jöttem üresen. Étellel vagyon terhelve mind a kettő kezem. De hogy én itt sokat ne papoljak, és a forró táltól sebeket ne kapjak, kezemből vegyék el ezt a forró tálat, melyet ujjaim tovább már nem állnak. A hátam mögött még jó pár pincér vagyon. Az ő kezüket is süti a tál nagyon. Ezért ne tántorogjon hát előttem senki, mert a nyakát hamar leforrázom neki. Itt van hát a leves, melyet adott a jó hús, emiatt senki szíve ne legyen hús. Jó étvágyat kívánok! Gyakorlatilag miután gimnáziumba felkerültem, akkor kezdődött itt el Szent István újra a 3 napos Matyólagzi Egy napon című rendezvény, aminek az elejétől kezdve oszlopos tagja vagyok. Hát az elején még édesanyám unszolására mentem el az első próbára, ahonnan utána kiseveltett, jobb szót nem tudok rá mondani, rúgdosni onnan. És így indult el nekem ez az egész műfékedés. A Matyó Lagzinak tevékeny résztvevője voltam. Az elején még mint hívogató, utána már az utolsó pár évben mint műfély szerepeltem. Én nekem egy nagyon-nagyon jó szórakozás, és nagyon élvezem is csinálni. Büszkeség, méltóság. Matyónak lenni méltóság. Jelentőség van a néphagyományoknak, sokkal inkább nagyobb jelentőség, mint bármikor eddig. El kell jönni Szent Istvánra. És megmarad ez a kincsünk.